Üdvözlöm Önöket! Ez itt az Arcképmás. Fornos idén Júlia vagyok. Bíró Tibor, étterem és szálloda tulajdonos. Önerőből hozta létre azokat a vendéglátóegységeket, amelyek már a miniszterelnököket, államtitkárokat, neves közéleti szereplőket, zenészeket, sportolókat látnak vendégül. Kiváló minőségben szolgál ki konferenciákat, rendezvényeket. És Bíró Tibor tulajdonosként ott van, érdeklődik, körüljár, és megbizonyosodik arról, hogy vendégei jól érzik magukat. Ismerjük meg közösen, hogy jutott el odáig, hogy immáron 20 éve sikeres vállalkozást vezet. Tartsanak velem! Itt vagyunk Jánosiban. Itt született Bíró Tibor, ugye? Itt is. Hát gyakorlatilag igen, Balazséron születtem, de ez most már egy község Balazsér-Jánosival. És akkor már ide járt ki focizni régen is, gyerekkorában? Hogyne, 6 éves koromtól ide jártam focizni. És mik voltak azok a gyerekkori élmények, amik meghatározóak voltak, azok a tanítások, tapasztalások, amik egész gyerekkora óta elkísérik? Bátran és büszkén jelenteném ki, hogy egy mezitlábos parasz gyerekként jöhettem a világra, és a szüleim a TS Bakóhozba dolgoztak, Dohányba. Édesapám kis csoportvezető volt, édesanyám pedig munkás a Dohányba, és szinte óvodás korunktól már részt vettünk a mindennapi életükbe. Az akkori TS elnök Gerevics úr, neki a fiával, Gerevics Jancsival, aki most a mai napra az Advance-nak az igazgatója, együtt jártunk az óvodába. Neki volt ez a kis autója, amit lábbal hajtottak, ez számunkra csak egy álom volt. Nekünk megengedte, hogy szaladjunk utána, és ez bennem megmaradt. És én is szerettem volna én is, hogy nekem is lenne majd egy ilyen autóm. Tehát ez egy olyan motivációs dolog volt, és az óvoda után ugye jött az iskola, a szüleim, mint magyar gyereket beadtak magyar iskolába, és aztán én láttam, hogy azok az emberek, akik a TS-be irányító szerepet töltenek be, többnyire nem magyar ajkú emberek. Akik pedig magyarok, azok csak mindig háttérmunkát végeztek. És én azt mondtam, hogy én nem igen szeretnék mindig háttérmunkát végezni, szeretnék valami másat, valami többet az élettől. És második osztályos koromban édesanyámnak bejelentettem, hogy én ukrán iskolába akarok járni. És ő azt mondta, hogy fiam, nem kell az neked, mert nem fogod bírni, meg nem, nincs rá szükség. Én azt mondtam, de én akarok. Tehát egy kis akaratos kiskölyök voltam. Emlékszek rá, amikor azt mondta a helyettes igazgató úr, hogy a gyerek meg fog bukni, nem fogja bírni a tanulást. Végeredményben tiszta ötössel végeztem aztán az iskolát, és aztán a Beregszászi egészségügyi szakközépiskolába felvételeztem, amire szintén piros diplomával sikerült lediplomáznom. Tehát visszaemlékezve arra a gyerekkorunkra, én örülök, hogy kiskölyök koromban mertem vállalni olyan dolgot, amit ellene mentem a szüleim ellen ebbe a kérdésekbe, és a szüleim pedig hagytak engemet kinyilvánulni. De hogyan van az egy második osztályos, 8 éves gyereknél? Hogy van az, hogy ennyire tudja, hogy mit akar? Így született? Tehát mert vagy a szüleinek is ennyire határozottak és makacsak voltak? Vagy honnan jött ez? A családot, ha visszafelé vezessük, gyakorlatilag mindenki egy egyszerű falusi emberként élte az életét. Viszont tudom, hogy édesapámmal nagyon sokat jártam a faluba, tehát ő lovas szekéren járkált. És én elmondtam édesapámnak, hogy én nem akarom ezt a fekete munkát végezni, szeretnék többet. 6 éves voltam, még arra is emlékszek, és megmondtam neki makacsul, hogy én majd ebbe a nagyházba szeretnék dolgozni, tehát beszélek itt most a Helikonról. Merő véletlen, mikor megvásároltam ezt az épületnek az első részét, és az archívba keresgettünk, turkáltunk, és kiesett egy fénykép. Aki az archívé volt, a levéltárja volt a felelős, ő felvett, és akkor mondja nekem, hogy Tibi, ez meg édesapád a képen, egy fénykép, régi fénykép. Itt mellette pedig te vagy, mondom, nem létezik.
És akkor megnéztük, valóban úgy van, és 1966-os, ugye abban az évben adták át a TSZ irodát, és mi itt mentünk édesapámmal, és mindig odafele néztem, mert oda vágytam, én ott szerettem volna dolgozni. Mert azt mondtam, hogy a kolhoz elnök bácsi az Fekete Volgán jár, a főmérnök meg más szakemberek Fehér Volgán, én legalább itt szeretnék dolgozni. Számomra ez egy óriási motivációs dolog volt, ugyanis talán kiskölykoromban kialakult egy cél az életemben. Nem mindig engedhettük meg magunknak, hogy együnk egy nagyon finom, úgy hívták, hogy Dr.'s Crackle, szóval nem tudom, hogy ez már nem a te korosztályod, hogy ez ugye a mi, de hallottad róla, az még mind eredeti volt. És az iskolába, ez mikor már a 5.-6. osztályba jártunk, a pattársamnak az édesapja állatorvos volt, a járási állatorvos egyesületek volt a főorvosa. Ugye abban az időben a Vágóhíd jól működött, és mindig nagyon-nagyon finom kolbászokat hozott az iskolába. Nekem meg erre nem volt lehetőségem, mindig csak vagy vettünk egy piroskit, egy úgynevezett kis piroskit, vagy egy kis zsíros kenyeret megkentünk, és akkor én megállapodtam vele, figyelj ide, én segítek neked megoldani a házi feladatot, meg segítek neked tanulni, te viszont mindig hozol nekem szendvicset, a Dr.'s Crackle-ba, tehát kis üzleti szellem volt akkor is bennem, és akkor mi csak ketten az iskolában, az udvaron csak ketten fogyasztottunk Dr.'s Crackle-t a szünetbe, a többiek mindig nézte. Tehát nagyon érdekes, hogy mik motiválják az embert, tehát hogy mennyire meghatározó lehet egy ilyen gyerekkori élmény, hogy azt mondja az ember erre, hogy már pedig én el akarom érni azt, hogy én ezt megtehessem magamnak, mi az, amire igazán vágyott? Hogy ne maradjon le a többiektől, vagy hogy ne kelljen vágyakozni? Voltak gyerekkoromban sok olyan dolog, mikor lemondással jártak, tehát bizonyos dolgokra, amit ránéztem, szerettem volna, de nem tudtuk magunknak megengedni. De mi ezt tiszteletbe tartottuk a szüleinket, és tudtuk, hogy ezt nem tudjuk magunknak megengedni. Tehát lehet egy bizony, olyan vágyakozás, hogy szépen öltözünk, eszünkbe se jutott volna. Hanem csak az, hogy a gyereknek mi, hogy vehessek egy csokoládét, vehessek egy gyuses limonádét, ezek már nagy dolgok voltak. Talán engemet az, hogy amit a szemem lát, azt mindig szerettem volna megpróbálni, szerettem volna megkóstolni, és szerettem volna megosztani a közösség és a barátokkal. Most mindent próbálunk megadni a gyerekeinknek, hogy ők nekik ne kelljen vágyakozni, holott lehet, hogy valami olyasféle inspirációt vonunk meg tőlük, amiből kihozhatják magukból a maximumot. Na jó, és akkor hogy lett az egészségügyi ápolóból egyszer csak vállalkozó? Igen, 79-ben bevégeztem a beregszászi egészségügyi szakközépiskolát, aztán Szibéria, 2 év Szibériában volt a hadsereg. Hazajöttem Szibériából, és mivel orvos szerettem volna lenni, ezért felvételiztem a Lembergi Orvosi Egyetemre, és bejutottam. Arra az időre már barátkoztam egy kedves hölgyel, jó baráti kapcsolatban voltunk, és én boldogan hazajöttem, és mondtam örömmel, hogy bejutottam a Lembergi Orvosi Egyetemre, és ahelyett, hogy egy nagy ölelés és egy boldog puszi, meg stb., ő kijelentette, hogy vagy az egyetem, vagy én. És itt talán egy pillanatra megállt a levegő, és én azt mondtam neki, akkor menjünk el Lemberbe az egyetemre, és vegyük ki a papírokat. Amikor vettük ki a papírokat, azt mondta nekem ott a felvételi bizottságnak az elnök, hogy fiatalember maga az élete legnagyobb hibáját fogja elkövetni. Ide emberek pénzt fizetnek, egy Volga kocsinak az árát teszik le, hogy ide bejuthassanak. Ön meg bejutott úgy. És ne kövesse az életének a legnagyobb hibáját, maradjon. Én kitaláltam száz okot, hogy miért nem, de mondtam, hogy én ki akarom venni a papíromat. Kivettem. És aztán ez a kedves hölgy a feleségemé vált, ő a mai napra a feleségem, és soha egy pillanatra nem bántam meg, hogy kivettem. És nagyon fontos az ember, hogyha a döntéseket hoz, ugye többnyire az életében nagy dolog döntést hozni. Nem minden ember képes erre, de ha az ember tud döntést hozni 90%-ában, ezek a döntések helyesek.
és hoztunk egy döntést, bármivel is végződjön, nem szabad megbánni. Hanem akkor ezt mi hoztuk, ezt a döntést. Ez nagyon fontos az életben. Mert minden ember előtt két utál minimum. Merjen vállalni felelősséget a döntéseit, és biztos, hogy helyesen fog dönteni. Kivettük a papírokat, hazaköltöztünk, és akkor meg is házasodott ennek örömére, és akkor úgy lett. Hát nem azonnal, nem lehet azt csak úgy összecsapni, hogy egyik napról a másikra, csak egyszerűen kivettem a papírokat, hazajöttünk, és aztán dolgoztam az először a Beregszászi Kőállba, aztán kihelyeztek engem egy Dédába, mint ambulanciai felcserként dolgoztam, közel 10 évet, de aztán egy év folyamán összeházasodtunk, és jöttek a gyerekek. Közben mindennapi kihívások, ugye Dédából úgy jártam munkába, hogy biciklivel, közel másfél-két éven keresztül. Aztán később felvételiztem a Lembergi Állatorvos és Mérnöki Akadémiára, ahova bejutottam. Közben 91-ben nagy karambolba kerültem, amiből gyakorlatilag én vezettem a kocsit, élve nem lehetett volna kijönni, azt elmondták nekem, de a jó Isten úgy látszik, hogy még feladatot szánt nekem, és megmentett. Egy olyan 100 km-es sebességgel nekirobbasztottam egy állókámáznak. Tehát sokat azért, hogy meg tudjunk élni, sokat kellett dolgoznunk. Utaztam Lemberbe az akadémiára, nappal tanultam, délután bevásároltunk az elektromos üzletekbe össze-vissza, éjszaka haza, át Magyarországra próbáltuk ezt. Ebben volt egy ilyen időszak, akkor ugye 88-90-91-ben éjszaka eladtuk a zárót, hajnalban mentem vissza Lemberbe, ez óriási terhelés volt, nappal az egyetemen a tanulás, és valahol vagy egy másodperce behuntam a szemmet, valószínűleg én lehettem a hibás. És köszönhetően annak, hogy egy ilyen családi háttérrel rendelkeztem, akik mindenben látták, ugye közel egy 8 hónap kellett ahhoz, hogy talpra álljak, és mindenben mellettem volt. A kedves feleségem, a gyerekekkel, anyósom, a család, mindenki odaállt, és megkezdtem egy rossz zsigulival, újra vásároltam egy rossz zsigulit. Próbáltam a munkám mellett még mindenfajta csendcseléssel foglalkozni, hogy el tudjam látni a családomat, és újra talpra tudjak állni. Aztán ott kellett hagyjam az egészségügyet, Dédát, és 91-ben felajánlották nekem Nagybereggen, akkor építettek egy húsüzemet a Bereghús név alatt, és először mint üzemvezető, aztán mint annak igazgatója lettem. A Bereghúsnál 8 partnerünk volt, többek között állami részesedés, és még nem érkeztünk beindítani, mire már mindenki tartotta a kezét. Boldog voltam, mikor ott igazgatónak megválasztottak, még boldogabb voltam, amikor azt mondták, hogy már nem maga az igazgató. Úgy döntöttünk a feleségemmel 1999-ben, hogy többet, ha vállalkozunk, csak a családon belül akarjuk ezt csinálni, nem akarunk résztulajdonosokat, nem akarunk idegen embereket, mert hogyha veszítünk, a család veszít. Ha nyerünk, a család örül neki. 1999-től, tehát 2000-től csak kimondottan a családi vállalkozással foglalkozunk. Először volt a sörkert, ahol ketten kezdtük a feleségemmel a munkát, aztán a gyerekek odaálltak mellé. Lassan lépcsőről lépcső, fokozatosan építettük, kis kávézó, étterem, aztán néhány szállodai szoba, aztán bővítettük, aztán észrevettük, hogy kevés a hely, több szállodai szobára volt szükség. Akkor felmerült az a gondolat, hogy itt van ez a lerombolt TS iroda, meg kellene vásárolni. Teljesen le volt rombolódva, össze volt szakadva a tetőszerkezet, és nem találtunk még egy partnert, aki meg belemerne vágni ebbe a úgymond öngyilkos jelölt. Én megtaláltam egy másik partnert, aki részt vett ebbe az aukciónba. Sok ember tévhitben nem tudják, hogy mennyibe került ez, és mindig eleinte vádoltak vele, hogy elpróbálták aprózni. Tudnotok kell, hogy az első résznek a megvásárlása nekem kikötése volt, hogy mivel Balazséről születtem, hogy a balazséri községünknek a legrosszabb utcáját akarom belőle megépíteni, és a saját ellenőrzésem alatt. Tehát közel 550 méter aszfaltozott utat építettünk meg, abból a pénzből, amiért megvásároltam ezt az épületet. De ugye mivel pénzzel nem rendelkeztem, ezért kemény banki kölcsönt kellett felvennem, és én büszke vagyok rá, hogy a mai napig az az út áll. Thank you.
Miért pont a vendéglátásba kezdtek bele akkor a feleségével? Hú, ez egy jó kérdés. Kereskedő szellem az mindig megvolt bennem. Mindig próbáltam egyből kettőt csinálni, kettőből négyet. Soha nem mentem bele olyan dolgokba, amiből hirtelen szerettem volna sok pénzt keresni és gazdaggá válni. Soha nem volt ez a célom, és a mai napra se. Nem tud lekötni a pénzt, tehát nem szeretem a pénzt. Mert ugye a pénz kell, hogy dolgozzon. De dolgozzon egy közös érdek, egy közös széli. Azért, hogy nyugodjon békében a nagyapám és a feleségemnek a nagyapja, de büszke vagyok rá, mindig azt mondta, hogy te vagy az unokám. A feleségemnek meg azt mondta, hogy te pedig a menyem. Ő egy nagyon kemény kötésű, határozott és nagyon bölcs ember volt. Nagyon sokat tanultam tőle, és mindig azt mondta, hogy úgy kell tenned az életbe, fiam, hogy az egyből mindig legyen kettő. Hogyha foglalkoztunk malac tartással, meg kocát tartottunk, meg tehenet, ő mindig azt mondta nekem, hogy a jószág állományban is úgy is kell, hogy a malasztó kocáig és levágó hizó keresztül süldő mindig kell legyen, és mindig azt kell eladnod, amit a legjobban megfizetik. Ne sajnáld, mert soha nem az volt a szándékom hogy, és célom, hogy pénzem legyen. Abszolút. Csak csináljuk most meg ezt. Már ha megcsináltuk, akkor még tegyük hozzá azt. Ha ezt már megtettük és kinőttük, akkor még építsünk hozzá másat. És így fokozatosan, lépcsőzetesen, ugye a mai napra már 20 éve vagyunk vállalkozók, és lényegében a családi vállalkozáson belül. Miután a lányok oda nőttek és férhez mentek, nagyon örülök neki, hogy két fantasztikus vejem van, aki bekapcsolódott a családi vállalkozásba együtt a lányaimmal, és most már a kisunokáink is részesei ennek az üzletnek, mert itt vannak, a lábunk között mozognak, látják, hogy mi hogy csináljuk, próbáljuk őket ebbe belevezetni. Egyik őknek se nem az a célja, hogy sok pénzük legyen, vagy gazdagok legyenek, hanem csak csináljuk a mindennapi életünket. Mi a gyerekeknek annak idején elmondtuk azt, hogy mi büszkék lennénk rá, hogyha ők itthon maradnának velünk. De nekik kell eldönteni, hogy hogy szeretnék. Azt elmondtuk, ha itthon maradtok, akkor nekünk is van egy motivációnk, mert tudjuk, hogy miért tesszük. De ha elmentek, akkor nem számíthatunk arra a támasztra, és akkor annyi, hogy mi is megpróbáljuk élni a saját kis életünket. És a gyerekek tudtak bölcsen dönteni, és én nagyon büszke vagyok rájuk. Sokszor kialakulna egy olyan, hogy talán, hogyha elmennének, talán több szabad idejük lenne, talán lehet több pénzük is lehetne. De én elmondtam nekik, hogy talán akkor családjuk nem lenne, talán akkor a család is rámenne. Mert én nem látom boldogabbnak azokat az embereket, akik kimennek külföldre, hogy több pénzzel rendelkeznének, nagyobb értékkel, mert nagyobb érték, mint a család, nincs. Mert számunkra az anyagi jólét az nem az elsődleges dolog, hanem a család az a szem dolog, és azután már minden más. Aztán már jön a munka, aztán jön a fantasztikus kis csapat, a kollektívám, akikkel nagyon sok éve együtt dolgozunk, és erre is büszke vagyok, hogy nincsen meg nálunk az az úgynevezett Jecska kádra, hogy elmennek, nap mint nap cserélődnek a munkások, hanem a gerince, az alkotó gerince az egész vállalkozásnak a mai napra megvan. És ez jó dolog, tehát úgy próbáljuk nevelni, alkotni, építeni a csapatot, hogy együtt tudjuk vinni az üzletet. Az ők örömük, a mi örömünk. Ha ők boldogulnak, akkor mi is boldogulunk. Ha nekünk jó, akkor nekik is jó kell, hogy legyen. Azt a titkot árulja el nekem, Tibor, hogy azt hogy csinálja, hogy akárhányszor van itt valamilyen rendezvény, ön mindig ott van, mindig alázatosan körbejár és megkérdezi a vendégeket, hogy minden rendben van-e, ki hogy érzi magát, és a legapróbb problémával is foglalkozik. Ezt a lelkületet, ezt hogy őrizte meg magában? Ugye el lehetne távolodni a vállalkozásunktól. Lehet, hogy néha meg is tudnunk magunknak engedni azt, hogy éljük a saját életünket, és rábízni a sorsra, hogy ez a vállalkozás magától fog működni. Nem fog működni. És ezt bátran merem tanácsolni bármik vállalkozónak, aki belekezd egy vállalkozásba, ne gondolja azt, hogy elér egy bizonyos szintet, és lehet lebegtetni. Nagyon nehéz szinten tartani. Az talán még nehezebb, mint felépíteni. És nagyon sokan úgy gondolják, hogy rendelkeznek X összegű pénzzel, és akkor már ők ebből dusan jövedelmező vállalkozást tudnak kiépíteni. Ez soha nem lesz. A munkás
kollégám meg tudja engedni magának, hogy úgy dolgozzon, mint egy főnök. Néha tud, lazíthat, néha megengedhet magának olyan dolgot, amit talán nem is kellene, de egy tulajdonos, tehát én nem főnök vagyok. Mikor elmondják nekem, hogy főnök, mondom, gyerekek, a főnök az állomáson van. Én egy egyszerű szerény tulajdonos vagyok, aki éjt-nappal a családommal együtt átéljük a sikernek a minden mozdanatát. Tehát ahhoz, hogy sikeresek legyünk, benne kell lenni. Hát kb. Olyan 5 évvel ezelőtt mondott nekem egy olyan mondatot, most kíváncsi vagyok, hogy emlékszik-e rá, hogy az álmok mindig egy számmal nagyobbak, hogy belenőhessünk. Így van. Van most egy olyan álom, amiben bele kell nőni? Igen. Elárulom akkor, jó? Nem akartam volna beszélni, de csak terv. Igen. Ahhoz, hogy huzamosabb ideig itt tudjuk tartani a turistát, wellness központra van szükség. Következő tervünk, amire készül a tervdokumentáció, egy fedett medence kiépítése, mert ha az ember eljön ide pihenni, a termálvízbe 2-3 óránál többet nem fog tölteni, de ha egy fedett medencét melegvízzel, hidromasszázsal, nagyméretű jacuzzival, szaunavilággal tudjuk beépítünk, masszázsszalonnal, ezzel viszont már több napra ide tudjuk kötni a vendéget. Még egy konferenciaturizmus is jobban fel tudjuk lendíteni, mert szívesen eljönnek egy olyan konferenciára, ahol közben tudnak, a nappali foglalkozás után még este tudnak egy kicsit szórakozni, nem csak vacsorázni, de még wellnessezni is. Tehát ez volna a következő tervünk. Jó, beszéltünk már sokféle munkáról. De mi az, ami igazán kikapcsolja, azt árulja el nekem, miközben én ezt a csodaszép láttémat itt összekeverem? A család és a kisunokák az az első, az a legfontosabb, és azután pedig a sport, a foci. 30 éve már összejárunk a srácokkal, hetente háromszor. Van olyan alkalom, mikor a kis műfős pályán 20-22 ember egyidejűleg játszik, fizikai képtelenség. De mi ezt is meg tudjuk oldani, hogy nehogy valaki oldalt álljon is, ne élvezze azt a hangulatot, amiben bele tudjuk magunkat keverni. Ugyanakkor próbáljuk segíteni és felhúzni magunk után a fiatalságot, hogy ők is jöjjenek hozzánk, ők is legyenek részesei ennek a mi sport, aktív sport életünknek. Szónázás, a heti egy szónázás szent dolog, egy szűk baráti körbe. De hogy azt nem tudom elképzelni, hogy ezzel a szerítséggel, ahogy mindig beszél, ami úgy árad is önből, hogy szokott-e kiabálni? Szokott kiabálni? Nem hiszem. Tud kiabálni? De szerintem halkan, ha halkan beszélek, akkor azt már tudják, hogy baj van. A visszafogott. Én mindig mondom, mikor valakire akarok valamit rászólni, és akkor nem hagy, akkor így tegye oda a fülét. Ezt nagyapámtól tanultam. Én kiabálni a focin szoktam. Ott kiengedem a gőzt teljes mértékbe, de amúgy az életben nem emlékszek, hogy valakire is valamikor emeltem volna a hangomot. Aki halkan nem érti meg, annak mondhassuk hangosan is. Mi kell ahhoz, hogy ilyen kitartó tudjon maradni az ember? Szerintem ez egy életvitel. Egy életstílus, amiben így élünk, de abban a pillanatban, amikor megállunk, akkor meghaltunk. Tehát még dolgozunk, még élünk, addig tenni kell a mindennapi életünket, tenni kell a dolgunkat, és nagyon szeretném, hogy ezt sokáig tudjuk még tenni együtt a párommal, meg a gyerekekkel. Mindig azt mondja a doktor úr, hogy a hosszú élet titka, nem kell abba hagyni a lélegzést. Tehát mi próbálunk lélegezni, és szeretnünk addig élni, ameddig a Jóisten szánta nekünk. Hát Isten adja, hogy jó sokáig még. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Bíró Tibor az egyik hiteles példája annak, hogy vannak olyan emberek, akiket nem torzít el a siker vagy a tehetőség. Sokkal inkább más tulajdonságokat mondhat magáinak, mint a tisztesség, alázat vagy a jóindulat. Ehhez persze kitartás szükségeltetik. Egy Ady idézetet juttat eszembe. Nem kívánom mindenkitől, hogy csodás dolgot tegyen, de azt joggal várom el mindenkitől, hogy ember legyen. Várjuk Önöket a legközelebb is. A viszontlátásra!